Üdvözlök mindenkit, Nekroklin vagyok, jönnek is Warframe, egy is Jóslat bevált című videó. Ugye én nemrégiben készítettem egy videót, ami arról szólt, hogy hova tart a Warframe, és kifejtettem azt, hogy úgy gondolom, hogy a Warframe klán szinten egy olyan irányba tart, ahol egy klánnak nagyon-nagyon sok munkát kell belefektetnie abba, hogyha uh, valamilyen eredményt ki akar uh, szedni abból a klánból, vagy valamilyen eredményt uh, el akar élni, és ez érni, és az első jele, ennek a Warframe-ben az a Hema volt, ugye a Hema az a fegyver, ami nem régiben megjelent a, klán, a klánoknál, és 500 ezer mutagén szempölt fogtak, és kértek érte, hogy azt a fejlesztést megcsinálják, legalábbis egy Moon klán esetében 500 ezer mutagén szempölről volt szó. Szóval, ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon sok volt, és aki figyelte a dev ott elmondták, hogy ez, ez várható, a Warframe jövőjére, azt szeretnék, hogyha a klánok megdolgoznának az eredményért, és főleg azt szeretnék, hogyha valami ingyenes a klánba, tehát ingyenesen el lehet érni bármit ugye szinte a Warframe-ben, és hogyha ha már ingyenes, akkor ne legyen már annyira könnyű megszerezni, mint ahogy az elmúlt években volt, és hogyha azt akarod, hogy ingyen szerez meg, azért keményen meg kell dolgozni, és ugye nemrégiben bejött ez az új event, ami volt, és ugye most már ezen túl rendszeresen lesznek ilyen eventek, ami a klánoknak bizonyos fajta jutalmakat ad ennek az eventnek az esetében egy Ignis vrétet kapott mindenki, aki jelenleg benne van egy klánba és elérte a minimális pontszámot az eventen klán szinten, ami ha jól tudom 25 ezer volt már nem szem pontosan, és, és akkor mindenki a klán szinten megkapta eh, az Ignis Freight eh, blueprintjét, aki pedig nem volt benne a klánban, az nem fog kapni semmit szerűen. Eh, viszont eh, extraként, hogyha a klán még mit tudom én hány százezer pontot elért, akkor még megkapta a laborokba is, kutatásként a blueprintjét az Ignis Vrétnek, tehát akkor klán szinten ki kell még kutatni az Ignis Vrétet, hogyha az az adott klán elérte volna azokat a pontszámokat, és még különböző bónuszokat adtak volna, minél több pontszámot um, érsz el ezen a klán szintű eseményen. Nos, azon kívül még hogy hogy megkapnánk a klámba az Ignis vrétnek a blueprintjét kifejlesztésre, azon kívül az még rengeteg rengeteg nyers anyagba is belekerült volna, sokkal, de sokkal több nyers anyagba, mint ami eddig volt, az eddigi kutatásoknál, és és gyakorlatilag konkrétan ez történik most, folyamatosan lesznek így ilyen, ilyen klán események, és ezeknek a klán eseményeknek nagyon magas követelménye lesz, ahhoz, hogy gyakorlatilag egy klán valamit el tudjon élni, vagy ezeket a bónuszokat, ezeket a jutalmakat megkapja, és azt kell mondjam, hogy vannak klánok, akik ebben nagyon jók, tehát egy kompetitív klán, kategóriájába tartoznak, úgy is válogatják a játékosokat, hogy olyanok legyenek, akik csinálják ezt keményen, és például van az olyanok, mint mi, mi egy kizsőlebb klán vagyunk, inkább egy közösség, és együtt játszunk. Tehát azt is javasoltam mi nálunk a gyakorlatilag a vezetőség, leültük megbeszéltük, és átgondoltuk, hogy hogyan haladjon nálunk a klánnak a jövője ebből a szempontból, és úgy döntöttünk, hogy, hogy ezer embertől, és főleg úgy, hogy a klánunk inkább egy közösség, nem egy kompetitív klán, nem várhatjuk el, hogy gyakorlatilag egy, nem tudom, istentelen magasságokba törő pontszámok és végtelen farmolásra kényszeríteni vagy rávenni az embereket, ezért úgy gondoljuk, hogy hogyha bejön egy ilyen event, Tökéletesen megfelel, vagy teljesen rendben van, hogyha az emberek legalább azt a minimum szintet elérik, amivel megkapják azt az egy alapvető jutalmat, amit kínálnak esetlegesen a jövőben ezekre az eseményekre. No, de viszont egyben átalakult a nekroárminak, emiatt, ez a döntés, vagy emiatt a Warframe a Digital Extreme döntésmechanizmusa miatt mi is alakítottunk egy kicsit a nekroármi jelentkezési módszerén, és ezért nagyon köszönöm az egyik Macronszeremnek Ozinak, hogy egy ilyen kis dolgot létrehozott. Ennek a videónak a leírásában, és vagy a Facebookomon konkrétan, ahol szabályzatot megtaláltok, van -e egy link. Arra a linkre rákattintotok az eldobtiteket egy oldalra, ahol ott lesz a szabályzat, és egy-két dolog, ami gyakorlatilag egy jelentkezési űrlap. Nem kell semmi extra kérdésre válaszolni, csak be kell írni az ingém nevedet, be kell írni, hogy hány masztéri rankos, vagy milyen klánból jöttél, de ezek már csak töltelék kérdések. Egy ingame nem kell, és egy kis pipa arra, hogy elfogadod a szabályzatunkat aminek a célja, az be tudunk venni mindenkit igazából, a gondunk azzal az volt, hogy egy adott ponton beteltünk. Tehát meg meglett az ezer ember, és most már csak így lehet hozzánk jelentkezni, az igazság, és ezáltal, hogy te bejelölöd azt, hogy elfogadtad a kis szabályzatunkat, ezáltal halálnyugodtan hogy is mondjam, megválhatunk tőle, ha valami hülyeséget csinálsz a klámba. A másik dolog, ami, ami, nagyon lényeges, és amiért megszületett ez az egész koncepció egyrészt azért, hogy nekünk vezetőknek könnyebb legyen követni azokat, azok, hogy kik gyökér és nem hajlandóak semmit tenni, egy csöppet sem a klánért, egyre könnyebben ki tudjuk őket szűrni, és nem beszélve arról, hogy amelyik klánvezér szeretné velük, nagyon szívesen megosztjuk azt a listát, hogy kik azok a gyökérjátékosok, akik nem képesek egy közösségben működni. Már elnézést, hogy ilyen nyersen fogalmazok. Nos, ezen kívül pedig mi is szeretnénk, hogyha a, a klánba bekerülnének olyan emberek is, akik tényleg hajlandóak egy kicsit tenni a klánért gyakorlatilag, és az emellett mindazt hadd emeljem ki mindazoknak a munkáját, akik eddig a hemába, és eddig a mostani éventen, ami nemrégiben volt, hogy hogy rengeteg munkát belezetetek, és nagyon örülünk nekik, hogy láttuk azt, hogy azok, akik nálunk abban a bizonyos rangokban mozognak, ahol már egy magasabb rang van, hogy nagyon sokat is dolgoznak azért, mert látják, hogy ők is szeretnénk. És ezért is mondom, hogy hogy mivel ne lepődjetek meg srácok, akik tényleg dolgoztak és munkát tesztek ebbe az egészbe, hogy mivel hogy egy közösségklán vagyunk, nem egy kompetitív klán, így aztán vannak játékosok, akik csak kézsúlnak, és nem kompetitívek, és tisztában vagyok vele, hogy nálunk vannak olyanok, akik kompetitívebben játszanak, komolyabban veszik ezt a játékot, viszont én is azt kérem, hogy um, értsék meg ők is, hogy vannak olyanok is, akik csak kézül, csak feljönnek, fanolnak, lemennek, nem feltétlenül érdekli őket, hogy mindig a top 10-be benne legyen a klán, ám viszont ezzel a jelentkezési űrlap szerűséggel ezt szeretnénk elérni, hogy, hogy tényleg azok kerüljenek be, akik folyamatossággal tudnak aktívak lenni, nem sajnálak beletenni egy-két nyersanyagot abba a szerencsétlen kutatásba, hogyha arról van szó. Úgyhogy e felé egy kicsit szeretnénk terelni a dolgokat, ez ennek a segítség, és azt kell mondjam, hogy ezen az úton jól haladunk, annak ellenére, hogy ezer fő közelében járok le, mert most rengeteget kitettünk két hónapos aktivitás miatt, mert ugye ez nálunk egy alapszabály, és annak ellenére, hogy e, ilyen sokan vagyunk, e, elképesztően magas ahhoz képest az aktivitás e, egy ilyen klámot, tehát minden napra eltoltan tök sokan aktívak ahhoz képest a, a klámba, Szóval, ez, ez egy tök meglepő dolog. Ami ugye várható volt az egész dolog lényegéről, az az, hogy mivel, hogy egy casual klán vagyunk, egy közösség, így aztán értelemszerűen nem mindenki tolja bele kompetitíven a 10.000 óra farmolás, hogy top 10 legyen benne a klán. De ha egyet gondol bárki a klánba, vagy bármi, akkor, akkor nyugodtan lehet tolni a klán fölött bármilyen top 10 listán. De azt hiszem, hogy, és ezt is beszéltük a srácokkal, a vezetőséggel, hogy, hogy igazából a jutalom maga kellene annyira jó legyen, hogy szerintem egy klán igazán megmozduljon érte, és azt kell mondjam, most kaptunk egy Ignis et ami mondjuk úgy, hogy az Ignis elmúlt évek fejlődéséhez nagyon, ahhoz képest nagyon jó, tehát eleve az Ignis maga nagyon jó, az Ignis Vrét talán egy fokkal, egy picivel jobb, amit mondom, de én például konkrétan gondoltam, hogy az Ignis nem az, a fegyver, amiért azt hiszem, hogy egy klán egy tömeges szinten innen indul, és annyi pontot farmol, hogy azután az nekünk piedesztáron legyen, hogy, hogy nekünk így megvan az Ignis Freight mindenhol. És, és azt hiszem, hogy ez így egy kicsit fair dolog is a klán részéről, mert akik öm, esetleg nem hajlandók dolgozni, azért a jutalomén azok nem fognak semmit se kapni idővel. Tehát valami öm, ilyesmi fog kialakulni, és hogyha a klán azt szeretné, hogy minden tagja megkapja azt, amit meg kell szerezni, akkor annak, annak tényleg az az igazság, hogy ott mindenkinek dolgoznia kell a klánban. Mert ha nem, akkor gyakorlatilag nem lesz semmi. Na, srácok, remélem, hogy ilyen, nem tudom, egy egy ilyen kis kiálló videó volt, egyrészt a saját közösségem, a saját klánomnak egy aféle értesítő, hogy készüljetek fel, hogy ez lesz a jövőben, srácok. Tehát így keményen kell dolgozni majd egy klánnak is ahhoz, hogy működjön a dolog, és azt hiszem, hogy ez egy jó irány a warframe hogy kezdenek valamit a klánokkal, és próbálják összép hozni a klánokat, és a klánok azt hiszem ezen túl ebbe az irányba fognak mozogni. Nem feltétlenül azt mondom, hogy ez ilyen régebbi klánok, mint amik mi is vagyunk, hanem az új klánok, amik megalakulnak kifejezetten, úgy fognak keresni embereket, azt hiszem, hogy, hogy tudják hozni azt a kompetitívabb szintet, vagy ezt az összetartóbb szintet, és ez, ez így ebből a szempontból azt hiszem, hogy jót fog tenni a játéknak, és így ahogy nézem, klán szinten a Warframe öm, jól alakul, és azoknak a klánoknak akik akarnak valamit ezentúl, azok azok úgy ja, azok meg fognak dolgozni érte. Nos, köszönöm a figyelmes rácok. ha egyet értetek velem, toljatok egy lájkot, ugorjatok el a Facebookra, ott van az első poszt, ott van, hogy ö, hogy öm, hogyan lehet hozzánk jelentkezni, ott a link, kattintsatok kattint rá, olvassátok el a szabályzatot, minden, semmi nagyon extra, nem csinálunk semmi durva kérés anyagot gyakorlatilag, és hát ja, várunk a klámba, hogyha még van hely konkrétan, de nagyjából mindig lesz hely, hiszen nagyon sokan ugye nem tudnak folyamatosan aktívan lenni, így folyamatosan frissítjük a vért a klámba, és, és, szeretnénk, hogy folyamatosan aktív lenne azért, hogyha egy nagyon hosszú idő után is visszatérsz a klánba, és warframe mindig talál egy aktív embert. Ez lenne a távlati cél, hogy, hogy, mindig legyen valaki aktív ember, és nekünk is mondjuk, akik veteránok a klánba, akik megalkotuk a klámba, ha netán valami, valamit közbehoz az élet, akkor mit tudom, hogy nem tudunk aktívak lenni, igyekszünk rábízni a klánt olyan emberekre, akik aktívak tudnak lenni, és a a mi közösségünk irányelveit követik ebből a szempontból, és sok segítséget nyújtottak már eddig is öm, számunkra a klámba, és remélhetőleg, hogy ezen a téren jó úton haladunk. Na, de most már tényleg nem beszélek többet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!